Ez az egész rendszer, ez annyira érzékeny, és hogyha itt bárhol belenyúlunk egy picit is, akkor utána nagyon nehéz ezt helyreállítani. Üdvözlök minden kedves Builder Podcast nézőt és hallgatót. A mai nap ismét Csomai Zitát köszönhetem itt a stúdióban. Szia Zita, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, köszönöm a meghívást. Egy nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, ami az összlakosságot érinti, és talán erről kevesebb szó esik, ez pedig a férfiak endokrin egészsége, férfi egészség, mondjuk így, mielőtt itt belekeverünk dolgokat. Egyre inkább látom azt, hogy illetve látják szerintem a nézők, olvasók, hallgatók is, hogy fogy a magyar, tehát hogy valami baj van a rendszerben, egyre kevesebb gyerek születik, vagy előregedő társadalom vagyunk, és én férfi szempontból mondom, hogy nem mindig jut eszünk be, hogy esetleg egy férfiban is lehet hiba, hiszen ez egy társasjáték nő és férfi között. Mit látsz, hogy hol lehet esetleg, vagy van-e hiba, vagy hogy látod, hogy a férfi egészség az mennyire van képbe jelenleg, mennyire figyelünk rá? Ugye a nők általában sokkal jobban figyelnek saját magukra, tehát egy családon belül is a nő az, aki tényleg így kikészíti a párjának a vitaminokat, vagy a kiegészítőket. Ez alól talán azt gondolom, hogy az edzőteremben járó, sportoló, aktívan sportoló férfiak azért egy pici kivételek, hiszen ők már eljutottak oda, hogy valamiféle kiegészítőket szednek. Viszont szerintem sok területet érdemes megnézni. Az egyik, hogyha hormonális oldalt nézzük, ugye rengeteg olyan anyag van a környezetünkben, amik úgynevezett xenoösztrogének, amik a női hormonokhoz hasonlóak, de akár a vízzel is bekerülhetnek különböző ösztrogén származékok a műanyag palackokban, az ételekben, a kozmetikai termékekben lévő szódiumlaurét, szulfát, parabének, tehát majdhogy nem kikerülhetetlen. És ez az egyik, ami ugye magát az egész hormonrendszert egy picit el tudja tolni. A másik, amiről szerintem itt tényleg érdemes beszélni, ez a férfi termékenység, férfi terméketlenség kérdése. Én viszonylag sok meddőségi problémával foglalkozom, és ott azt látom, hogy ma már egyáltalán nem az a tendencia, hogy csak a nőt kell kezelni, hanem tényleg, ahogy látom ezeket a spermium képeket, szinte kimondható, hogy minden esetben a férfi oldalon is van probléma. Ugye vagy a gyorsmozgású hímival sejtek hiányoznak, vagy DNS károsodottak a sejtek, nem jó a morfológiája, nem jó a sejt szerkezete, tehát mindenképpen ugye itt szerepe lehet a hőhatásoknak, a különböző vitaminásványi anyag hiányoknak. És a harmadik oldal, ami szerintem megint csak ilyen teljesen háttérben van szorítva, ez a lelki oldal, a részben az, hogy nagyon-nagyon sok esetben megfordultak a szerepek, tehát az, ami régen, mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 200, vagy sok-sok évvel ezelőtt volt, és mondhatni így a kollektív tudatalattiban ott van a női férfi szerep, azok mára teljesen megborultak. És én biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a férfi egészség egy picit elindult így a női irányba, a női egészség egy picit a férfi irányba, mert hogy itt a lelki energetikai szinten is felborulások vannak, és akkor ez az egész egyben ad egy olyan képet nekünk, amivel jelenleg találkozunk. Tehát az egész életünket átszövik ezek a negatív hatások, sokszor nem is tudunk róla, hiszen egy modern életet élünk, ahol ezeknek abszolút ki vagyunk téve, és nem gondolunk bele, hogy mondjuk műanyag palack az mennyit állt a napon, és abból mennyi szennyeződés kerülhetett a vízbe, mert nyugodt szívvel megveszük, hogy ez egy ásványvíz, és akkor az milyen jó lesz nekünk, vagy esetleg fogyasztunk olyan élelmiszereket, mondjuk fel van tüntetve, hogy ez szójából készül, de hogy azt mivel permetezték meg. Tehát ilyen információ nem jut el hozzánk, csak annak, aki utána olvas ennek. És a hormonrendszerünkkel sem vagyunk szerintem nagyon tisztában, tehát ezért tudjuk, hogy van tesztoszteron, a nőkben van az ösztrogén, de az, hogy egy férfiben is van szerepe az ösztrogénnek, és van ösztrogén, vagy esetleg a prolaktin, hogyha magas megnézünk egy ilyen képet. Én a nézőknek és hallgatóknak szeretném javasolni, illetve ajánlani Zitának, itt három könyve van jelenleg előttem, az egyikre már lehet, hogy mutattam
de majd megmutatom itt a kamerának, illetve a kollégám be is fotózta nektek. Az egészséges hormonrendszer az egyik ilyen összefüggésekre rávilágító nagyon jó kötet, a test hormonális működésének összefüggései, ez az alcíme. Ugye ebben nem csak a nemi működéssel kapcsolatban vannak témák, hanem az egész endokrin rendszerrel. A másik, amit meg szerintem majd itt fogunk említeni, a nehézfém kivezetés a gyakorlatban. Ugye a nehézfém terheltség az a modern világban egy igen súlyos probléma, amit még nem kezelünk szerintem kellőképpen. És a harmadik nemrégiben megjelent kötet, a Pajzsmirigy egészséges működése című kötet, ami szintén hozzájárul a belső endokrin egészségünk működéséhez. Hoztam egy bónuszt, ezt meg kell említsem, endokrin betegségek felnőtt korban, ez ilyen gyakorló orvosi kézikönyv, ezt a vájott füleknek, szemüveknek ajánlom, csak tulajdonképpen ne diagnosztizáljuk magunkat otthon, de ebben vannak ilyen mindenféle leletek, meg ilyen érdekességek. De ez a három könyv egy abszolút közérthető módon mégis szakmailag magyarázza el, hogy miről is beszélünk. Hogy lyukadtam ide ki? Igen, tehát az, hogy fontos, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem is, lehet, hogy nem gondolunk arra, hogy probléma van, csak akkor, mikor már akuttan észrevehető jelei vannak annak, hogy valami nem működik, és ez általában mondjuk a gyerekvállalásnál derül ki legelőször, vagy ennek van valami korábbi jele esetleg? Amit én látok, ugye a fiataloknál most már ez is kitolódott, tehát a gyermekvállalásnak az időszaka, hogy hány évesen vállal valaki gyermeket, az is kitolódott egészen, ha lehet ezt mondani, késői életkorra. De itt is én sokszor azt tapasztalom, hogy elindulnak, a nőt kivizsgálják, kezelik, és eltelnek hónapok, vagy van, amikor egy év is, mire oda is eljutnak, hogy akkor a férfit is nézzük meg, és kiderül, hogy hoppá, ott is probléma van. Tehát én azt gondolom, egyébként én azt mondanám mindenkinek, aki gondolkodik abban, hogy babát szeretne, hogy ne várjuk meg azt, hogy már egy éve sikertelenül próbálkozunk, hanem igenis, hogy erre fel kell készülni. Van még egy könyvem, azt nem is tudom, hogy neked megvan-e, a meddőségből termékenység. Meg, igen. Annak van egy része, ugye ott a kifejezetten a férfi termékenység, férfi terméketlenséggel kapcsolatban. Tehát, hogy ne várjuk meg azt, hogy már tényleg mindenféle problémák vannak, hanem menjünk elébe, legyen szűrővizsgálat. És amiről még itt nem beszéltünk, hogy ezek a szexuális úton terjedő betegségek, ami én azt látom, hogy szintén egy nagyon nagy probléma, hiszen akkora nagy lett a szexuális szabadság, és hát sokan védekezés nélkül tényleg nem egy, hanem sok-sok partnerrel élnek szexuális életet, és ennek a következtében vannak olyan kórokozók, klamídia, ureaplazma, mikoplazma, amik nem okoznak látványos betegségeket. Tehát ez nem olyan, mint egy olyan akut fertőzés, amivel azonnal elrohan bárki az orvoshoz, hanem ilyen nagyon minimális, maximum egy kis váladékozás, de a legtöbb esetben ezek olyan krónikus gyulladásokat okoznak belül, ami kifelé nem látszik, és ezzel nyilván a legtöbb ember nem fog orvoshoz fordulni, de például a gyermekvállalásnál mind a női, mind a férfi oldalon ezek nagyon komoly problémát jelentenek. Ugye ezek a krónikus gyulladások a nőkben elzáródásokat, a férfiaknál pedig olyan gyulladásos folyamatokat indítanak el, ami részben a magasabb hőmérséklet, részben a reaktív oxigén szabad gyökök és egyebek által ugye elpusztítja a hímivar sejteket. Tehát ez is egy fontos tényező, hogy ezeket a szexuális úton terjedő betegség, vagy STD, ugye ez a Sexually Transmitted Disease, hogy ezeket azért időről időre jó, hogyha szűrjük, és amennyiben ilyet találnak, ezekre speciális vizsgálatokat kell kérni, akkor ezeket kezelni kell. És nyilván hát az életmódunknak minden további része fontos, hogy támogassa azt, hogy egészséges maradjon a hormonrendszerünk. Talán egy kicsit úgy érzem, hogy ez ilyen, vagy az emberek fejében lehet, hogy egy ilyen tabu téma lehet, mert nem szívesen megy el senki egy bőr és nemi beteg gondozóba, hogy oda leüljön a sorba, és akkor nézegetik egymást, hogy na, vajon miért jöhetett. De nagyon, és ahogy mondod, kitolódott a gyermekvállalásnak is a... Ide hadd mondjak valamit, tehát hogy vannak olyan szakemberek, akik kifejezetten az STD-kkel foglalkoznak, és
Van például olyan magánrendelés, ahova online be lehet jelentkezni, online kitölteni a kérdőívet. Itt a magánrendeléseken általában időpontra mennek az emberek, tehát hogy ezt tényleg régen ez valóban így volt, hogy a bőr és nemi beteg gondozóban ültek az emberek, de azért ma már ez nem így van, de valóban, tehát hogy valóban egy ilyen tabu téma, csak hogyha belegondolunk abba, és egyébként még egy dolog, hogy nagyon fontos, hogy a párnak mind a két oldala kezelve legyen, mert hogyha az egyik old, mondjuk a nő elmegy nőgyógyászhoz, kap valami kezelést, de közben a férfi ugyanúgy benne vannak tünetmentesen ezek a kórokozók, akkor így oda-vissza adogatják egymásnak. Erre, hogyha elmondhatok egy vicces történetet, ami, hát mindegy, lehet, de a hallgatóink, nézőink érteni fogják. Amikor én dolgoztam Egyiptomban egy évig egy katonai bázison, és hát ott nyilván mindenféle problémával szembe találtuk magunkat. Úgy nézett ki ez a katonai bázis, hogy 80 nő, és körülbelül 3000 férfi. Tehát, hogy ez volt itt az arány. És bejött egy katona nő, és kiderült, hogy egy ilyen hüvelyfertőzése van, kitenyésztettük különböző baktériumokkal, és így mondtam neki, hogy én nem vagyok kíváncsi arra, hogy ki az ő partnere, de odaadom ezt a gyógyszert, és akkor tényleg adja oda a partnerének, hogy ő is szedje be. És ez a katonanő ott így pironkodva ült a rendelőmben, és mondta, hogy doktornő, kérhetnék még 4 csomaggal. De hogy ez a, nyilván ez egy más történet egy katonai bázison, de hogy azért a való világban is előfordulhatnak ilyenek, de fontos, hogy a partner is kezelve legyen. Én úgy tudom, hogy a magyar lakosság körében, vagy talán az emberek globális szinten, az a HPV vírus, ez eléggé bent van mindenkiben, van, akinél nem lángol fel, de kb. Mindenkiben bent van. Tehát így ezt is érdemes tudni, hogy mondjuk a hölgy partner esetében van egy HPV, akkor az kihat a férfira, oda-vissza működik. Tehát tényleg, ahogy mondod, oda-vissza adják egymásnak ezeket. Így van, és bocsánat, hogy így belét folytottam a szót, de a HPV ugye nem csak a méhnyakrák, hanem a gégeráknak az egyik nagyon fontos összetevője, de például a vastag béldaganatoknál is, a prostatadaganatoknál is szerepe lehet a HPV-nek, sőt, még a tüdődaganatoknál is, úgyhogy nem egy olyan vírusról van szó, ami csak és kizárólag a méhnyak területén fordul elő, hanem valóban oda-vissza szintén fertőz. Egyébként nem csak a HPV, hanem például a már emlegetett klamídia. Én láttam olyan statisztikákat, ahol 60%-os fertőzöttség Magyarország bizonyos területén. Igen, igen. És tünetmentes, tehát a meddőségeknél nagyon sok esetben jelen van, és mire ugye már oda jut valaki, hogy diagnosztizálják, hogy vizsgálják, akkor már lehet, hogy olyan összenövéseket okoz ebből a krónikus gyulladásból adódóan, amit már nem biztos, hogy vissza tudunk fordítani. Tehát szerintem ez fontos lenne. És egyébként a fiataloknál is ez a típusú felvilágosítás, hogy a szexuális úton terjedő betegségekről beszélni, mert hogyha bemegyünk például egy gimnáziumba, akkor azt látjuk, hogy a gimnazista lányok 3/4 fogamzásgátló tablettát szed, amit én abszolút ellenzek, mert azt gondolom, hogy az ő hormonrendszerük nem érett még meg, a szerveik nem értek még meg arra, hogy már fogamzásgátlót szedjenek, de ez az elterjedt, hogy gimnáziumban már ez van, és hogyha beszélünk itt arról, hogy igen, azért vannak szexuális úton terjedő betegségek, akkor mindenki gyorsan befogja a fülét. Igen, igen. Talán egy kicsit ilyen viccesnek tekintik, meg elpoénkodják főleg a gimnazisták, hogy ha ide jön, és akkor pénisz van kirajzolva, meg beszél itt vaginára, meg ilyen vicces dolgok, de mikor tényleg akuttan bejut a probléma, akkor már nem olyan vicces ez, és jobb lett volna előbb gondolkodni rajta. Tehát próbálják elbagatelizálni egyébként ezt a nagyon fontos témát. Igen, én szoktam így a pácienseimnek is mondani, hogy ha valaki például ilyen partnerkeresésben van, akkor is azért. Jó, nyilván, tehát hogy ez így elég bénán néz ki, hogy hello, van STD szűrés. Igen, egy vérképet hozzá kérnek. Nem is egy vérképet, hanem egy negatív leletet. De hát nyilván a saját egészségünk az mindig elsődleges. Férfiak szerintem először akkor kapnak észbe, hogyha esetleg egy
egy éjszaka során nem működik rendesen az eszköz, és akkor azt mondják, hogy aha, itt akkor már lehet valami probléma, és hát ilyenkor szoktak loholni orvoshoz. Mit vizsgálnak ilyenkor, vagy mit néznek? Itt még egyébként nem is biztos, hogy orvoshoz loholnak, és akkor ragadjuk meg azt az alkalmat, hogyha valakinek nem működik egy éjszaka, akkor tényleg nagyon-nagyon szépen kérjük a hallgatóinkat, nézőinket, hogy ne az interneten vásároljanak mindenféle illegális szereket, különböző webáruházakból, ilyen no-name termékeket, mert azért ezeknek rövid és hosszú távon az lesz a következménye, hogy akkor egyáltalán nem fog működni a történet. Aha. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok összetevős dolog. Ugye lehetnek különböző fizikai okok, tehát azt azért tudni kell, hogy itt az érellátás, a vérellátás az egy nagyon lényeges központi kérdés, és ugye az ereknek az állapota, tehát hogyha megnézzük, ma már a lakosság 30-40 éves korra jó nagy részben különböző gyógyszereket szed, ez lehet vérnyomás csökkentő. Egyébként például a béta blokkoló típusú vérnyomás csökkentő gyógyszereknek van ilyen gyógyszer mellékhatása, hogy impotenciát okozhat. Hivatalosan azt is mondják így az orvosoknak, hogy szexuálisan aktív korban lévő férfinak nem lehet béta blokkolót, vagy nem javasolt béta blokkolót adni. Hát kevés kardiológus van, aki megkérdezi mondjuk egy 60 éves férfitől, hogy szexuálisan aktív-e vagy nem. De még jó, hát 40 éves korban azért nyilván feltételezzük, hogy igen. És gondolnak erre egyébként a kardiológusok, vagy ez így inkább az akuttan a problémát akarják hirtelen megoldani, és akkor ezt a részét meg így háttérbe szorítják? Erre nem tudok konkrét választ adni. Azt tudom, hogy nekem van nagyon sok olyan páciensem, akik így mindent elmondanak, és ezzel nem fog a kardiológushoz visszamenni a beteg, de mondjuk nálam más okok miatt van, és akkor nekem elmondja, hogy ez a probléma. De nem csak ezek a bétablokkoló típusú vérnyomás csökkentők, hanem más gyógyszereknek is lehet ez mellékhatása. Aztán ugye a következő dolog, hát itt szépen kivetítettük, igen, a hormonokat, ez a következő, hogy ugye részben az erek, tehát érszűkület, különböző ér problémák, a másik magának a stressznek a hatása. Tehát amikor valaki stresszes, magas a kortizol szintje bármi miatt, az rengeteg dologra kihatással van a szervezetünkben, és az is lehet egyszerűen az ok, hogy maga a stressz okozza. Hogy mitől magas a stressz szintünk, ma már egyébként sportolóknak, mindenkinek van ilyen nagyszerű kis okos órája, és ezek az újabb órák mérik a stressz szintet is. Hát érdemes időnként rápillantani, aha, hogy mekkora a stresszt mér. Nem is gondoljuk, hogy stresszben vagyunk, de egyébként igen, meg igen, igen. A mikrostressz a hétköznapi környezetben, ugye az vezetés közben, ugye ott már egyrészt, hogy ülő életmód, plusz még dudálsz is, mert dugó van, miért nem megy a zöldnél, stb. Egyrészt. Másrészt meg ugye főnök, iroda, nem tudom, rengeteg minden lehet. Beteg a gyerek. És ez folyamat stressz. Nem igen, is gondoljuk. Igen, igen. Az is stressz egyébként, hogy ha valaki például bent dolgozik, és nem nincs szabad levegőn, a cukor, hogyha cukros ételt eszik, az is egy stressz a szervezetnek. Ha nem jó ételt eszünk, az is egy stressz. Tehát nagyon a félelmek, a szorongások, és hogyha megnézzük, nagyon sok ilyen dolog zajlik az emberekben, ami tényleg azt gondoljuk, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy a stressz az, hogy tényleg van előttem egy baleset, vagy beugrik itt egy oroszlán az ablakon, de hogy alapvetően ezek a tartós stressz helyzetek azok, amik igazán megbetegítenek. Ezt női oldalról számtalanszor említettük már, ugye, hogy a kortizol milyen fontos szerepet játszik, hogy ne legyen folyamatosan magas, tehát hogy próbálják azt mindig csökkenteni, és a női termékenység szempontjából ez fontos, de ugyanez igaz a férfi termékenységre is. Persze. És bocsánat, léptetek egy ábrát, mert erről már beszéltünk, hogy kitolódik ugye a családtervezés és alapításnak az időpontja, főleg a fejlett országokban egyre rép helyeződik, mint egy, nem tudom, hogy szabad-e így mondani, harmadik világbeli országban, ugye, ahol már fiatalkorban elkezdődik
az utódnemzés és sok gyerek van. Vissza kell menni 100 évvel ezelőttre itt Magyarországon is. Nekem nagyanyám 16 éves volt még akkor, mikor apám született, tehát hogy még, és az nem is volt olyan nagyon régen, ha most azt mondanám, hogy egy 16 éves lány szül, akkor itt közfelháborodás lenne, és úristen, mit tudom, mi történik, de régen ez megszokott volt, igen, ugye, igen. Hogy korábban Vagy legalább, tehát tényleg ez a 17-18 éves abszolút. Egyébként ugye a női hormonok kapcsán szerintem beszéltünk erről, hogy a lányok menstruációja viszont korábban jelentkezik, tehát régen, ahogy megjelent mondjuk 17-18 éves korban a menstruáció, akkor ott rögtön utána ugye férhez adták, és aztán gyereket is szültek a lányok, nők. Ma már azt látjuk, hogy azért 10-11-12, tehát régen nem volt olyan, hogy alsósok menstruáltak az iskolában. És most már így konkrétan? Ma már, igen, igen, tehát már az alsósoknál is megjelent, tehát hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk egy általános iskolában a felvilágosítás úgymond mikor kellene, hogy megtörténjen, ott már tényleg az alsóban, negyedik osztályba kell menni, mert hogy vannak már ott olyan lányok. Ez nyilván megint ugye a táplálékokban lévő különböző hormonszerű anyagok, meg talán egy picit ez a felgyorsult világ is hozzájárul ehhez az egészhez. Én még emlékszem, hogy talán én is általános iskolás voltam, és volt egy nagyon pici kis könyvünk, akkor még divat volt ez a Bravo magazin, Popcorn, nem tudom, és akkor abban volt ilyen felvilágosító kis könyvecske, és el kellett bújnom a szobába, és úgy olvastam, hogy nehogy valaki megtalálja, de igen, sokkal jobb ez, hogyha otthon is nyitottak rá a szülők, és el tudják magyarázni, hogy mi történik, és értik azt, hogy mik lehetnek a problémák, és mire kell odafigyelni. Meg talán az, hogy tehát ahogy beszélünk erről az egészről, hogy ez ne egy tabu téma legyen, hanem tényleg, jó, nem azt mondom, hogy egy vacsoránál, egy étteremben ez legyen a téma, de a gyerekeknél is szerintem nagyon fontos, hogy hogyan világosítjuk fel őket. Ugye nekem például a lányomnak volt egy osztálytársa általános iskolában, aki táj származású volt, és ugye bizonyos országokban, többek között náluk is, ez egy ünnep, ha egy kislánynak megjön a menstruációja, és ő ebben a kultúrában szocializálódott, és amikor megjött a menzesze, akkor mindenkinek elmondta az iskolában, és hogy ez egy érdekes. Ilyen furcsa, tehát Magyarországon... Ezt furcsán látjuk, igen. Igen, igen, hogy most akkor... De hogy tulajdonképpen ennek így örülni kellene, igen, hogy valóban nő, meg hát Afrikában is azért számtalan ilyen ünnep van, és Magyarországon ez egy picit ilyen tabu téma, mint ahogy a férfiaknál is, akár tényleg a terméketlenség, az impotencia, vagy bármi ilyesmi. Erről nem szívesen hozzuk szóba, tényleg igen, egy vacsoránál. Hát, nem biztos, hogy vacsora téma. Igen. Igen. És ahogy említed, ugyanitt a férfi egészségről beszélünk majd többet, de a fontos arra is kitérni, hogy a női egészség az kb. Ilyen 300 ciklus, ha jól emlékszem, kb. Annyira vagyunk így tervezve, vannak a nők tervezve, ha jól mondom. Annál több. Annál kicsivel több. Valamelyik egy képzésen hallottam ezt, és akkor... tehát ez 12 hónap, igen, igen. Hát igen, nagyjából ilyen 12-51 év most a menopauzának az időszaka. Tehát korlátozó van. 12-51, hát igen, ott mondjuk akkor egy 40 évről van szó, abból valamennyi szülés. Egyébként én is azt gondolom, hogy, illetve ezt látom, hogy azok, akik nem szültek, ott hamarabb bekövetkezik a menopauza, tehát így sok esetben. De ugye, ha egy picit belegondolunk így a kínai gyógyászatban, ugye a kínai azt mondja, hogy ott van az energia, ahol a figyelem, tehát hogyha valaki folyamatosan azt programozza magába, hogy nem akarok gyereket, hát akkor egy idő után nyilván a szervezet ezt milyen érdekes. Milyen érdekes, és egyre többször hallom, hogy fiataloktól, hogy én nem akarok gyereket, inkább lesz kutyám, macskám, nem tudom mi, de én nem akarok gyereket, és én ezt nem is értettem sose, mármint lehet, hogy férfi fejjel nem tudok ebbe belegondolni, hogy mit tesz a szülés, bár látom a feleségemen, hogy őt is nagyon megviselte a szülés, de hogy én nem tudnám elképzelni, hogy ne legyen családom, vagy hogy gondolkodnak így.
És hogyha már ugye tolódik ki ez az időintervallum, egyrészt szednek fogamzásgátlókat, stb., de hogy a férfiaknál is, itt egy ábra mutatja majd 35 éves kor, vagy 40 éves kor, talán nem is tudom melyiket lenne célszerű választani, de inkább talán 35, folyamatosan csökken a szabad tesztoszteron, vagyis az össztesztoszteron szint az emberekbe, és hát ha nincs elég tesztoszteron, akkor probléma van. Igen, egyébként én azt látom a férfiaknál is, meg az egész világon, hogy az egyik ilyen óriási probléma az a vitamin és ásványanyag hiány, és a hormonrendszernek egészen elképesztő mennyiségű ásványanyagra van szüksége. És a táplálék, amit az átlag ember megeszik, az gyakorlatilag nem tartalmazza ezeket a fontos ásványi anyagokat, ami szükséges lenne ugye a hormonok termeléséhez. És itt jön be a nehézfém a történetbe, hogy az ásványi anyag hiányos ember nehézfém terhelt, és akkor elindul egy ilyen ördögi kör, mert ugye a nehézfémek aztán rengeteg problémát, egy ilyen lavinát indítanak el. És ahogy a nőknél is korábban megjelennek a különböző hormonális problémák, ugye a férfiaknál is, csak kevésbé látványos. Tehát egy férfinál az, hogy most az izom tömege 1%-kal, vagy 1/1000-kel kevesebb lett, vagy egy picit a csontja hamarabb elkezd meggyengülni, vagy a tesztoszteron szintje egy picit alacsonyabb. Ez a férfiaknál nem annyira látványos, mint a nőknél, ugye a menstruáció abszolút mutatja, de valóban itt a férfiaknál ugyanúgy, én például azt látom, hogy az inzulin rezisztencia ugyanúgy érinti a férfiakat, a pajzsmirigy eltérések ugyanúgy érintik a férfiakat, a mellékvese kifáradás ugyanúgy érinti a férfiakat, csak őnáluk ezeket nem vizsgáljuk. Tehát még egy nő alapvizsgálataiban helyből benne vannak ezek a hormonvizsgálatok, addig a férfinál nem igaz. Tehát nagyon kevés az a szakember, aki a férfiaknál alapból kér mondjuk egy cukorterheléses vizsgálatot, ez nem szokás. Van is itt, azt hiszem, erről egy ábrám az inzulinrezisztencia és a alacsony tesztoszteron szint kapcsán. Hát ebből is látszik, miért fontos ugye a tesztoszteron a szervezetben, és általában, hogyha elmegyünk egy orvoshoz, vagy ugye csináltatunk át foglalkozás egészségügyi okból, dolgosítványhoz, bármi, ezt csinálunk egy nagy labort, egy nagy rutint, az nem tartalmaz mondjuk a nemi hormonokra semmit, de egy pár ezer forintos vizsgálatból mondjuk az össztesztoszteron szintet látjuk, vagy mellé nézünk szabad tesztoszteront. Ígértük, hogy nem megyünk bele nagyon a laborba, de ez fontos, hogy igen, én azt gondolom egyébként, hogy tényleg a cukorháztartás, egy kortizol vizsgálat az a mellékvesére, meg hogy egy picit így tényleg a napi rendjét, az életmódját, az étkezését megnézni az embernek, igen. Azért ezek mindig igen. Fontos. Ezen az ábrán is látjuk, ugye a bal oldalt majd a nézők is láthatják, ugye alacsony tesztoszteron szintnél mik azok, amik szóba jöhetnek, mint tünetek, akkor már gyanakodhatunk esetleg arra, folyamat fáradékonyak vagyunk, fájnak az ízületeink, hastájékon esetleg kicsit jobban zsírosodunk, míg ugye azoknál, akik elegendő tesztoszteron szinten rendelkeznek, vagy picivel magasabban, így sportolók körében remélem ez inkább a gyakoribb, hogy ők nem annyira fáradékonyak, izomtömeg is könnyebben jön, és akkor ezzel nem lesz probléma, de hát ez a felnőtt korosztálynál, és leginkább nyugati országokban most már egyre inkább elterjedtebb ugye a TRT, ugye a Testosterone Replacement Therapy, és ott valahogy ilyen, én úgy hallottam, hogy automatán írják fel az orvosok már 40 évkor fölött, itt meg valahogy még nem jött divatba ez. Én azt gondolom, mint ahogy nagyon sok esetben ugye a nőknél is a változókori hormonpótló terápiáknál azt várták, hogy ugye elmondjuk, hogy a nőket védik a hormonjaik a szívérendszeri betegségekkel, a csontritkulással, stb. Szemben, és akkor bejöttek a női hormonpótló terápiák, aztán rájöttek arra, hogy hát azért nem hozták a hozzájuk fűzött reményeket, és nem az történt, hogy ezekkel a hormonpótló terápiákkal mondjuk megelőzni lehet a szívérendszeri betegségeket, hanem sokkal több lett az embólia, a trombózis, az egyéb szívérendszeri szövődmény, a csontritkulást sem lassították le,
Én egy picit tartanék ettől, tehát én mindig azt gondolom, hogy próbáljuk meg helyreállítani azt, ami lehet, és ugye megint ott vagyunk, hogy a megelőzés, és ezt tényleg szerintem nem lehet elégszer elmondani, hogyha veszek egy autót, és nagyon vigyázok rá, és tényleg a legjobb üzemanyagot töltöm bele, cserélem a szűrőket, mindig lemosom, tisztán tartom, szilikonnal kezelem a gumirészeket. Tehát, hogyha tényleg így odafigyelünk az autónkra, akkor sokáig jó állapotú tud lenni az autónk, de a testünkkel nem csináljuk ugyanezt, mert vacak élelmiszert fogyasztunk, a legolcsóbb kozmetikai termékkel tusolunk meg, megkenjük magunkra, a legolcsóbb vitaminokat, ha egyáltalán vitamint szed valaki, és hogyha odafigyelnénk a testünkre, és ugye sokkal könnyebb megőrizni egy autónak az állapotát akkor, hogyha odafigyelünk, mint hogyha roncsát törtem, és utána szeretném kikalapálni, meg összerakni, meg már teljesen el van dugulva benne a szűrő, meg a részecske szűrő, meg a nem tudom, akkor férfiak értik. Nem teljesen tudom, hogy miről van szó, de hogyha ha már szétszakadt az ablaktörlő lapátom, ha már eldugult a szűrő, akkor azt kicserélni lehet, de az emberi szervezetben nem tudunk csak egyszerűen egy új vesét, vagy egy új herét, vagy egy nem tudom bármit így berakni. Tehát, hogy itt is az kellene, mint amit az autójával csinál egy férfi, hogy a testünket is ugyanúgy karban kéne tartani. Lehet, hogy kapcsolódik egy picit ez a témához, ez a kis ábra, amit itt hoztam. Ugye a tesztoszteron termelésnek a hármas szintjét mutatja, de itt negatív visszaszabályozások is vannak. Tehát, hogyha megpróbáljuk külső forrásból túltolni mondjuk a tesztoszteront, akkor a szervezet vissza fogja szépen szabályozni magát, és ugyanez igaz akkor is, hogyha túl sok a testzsírunk, tehát mondjuk ugye az rengeteg aromatáz enzimet tartalmaz, tehát mondjuk egy olyan embernek, aki erősen obíz, neki a külső tesztoszteron nem biztos, hogy sőt, nem fog működni. Tehát, igen, és egyébként ebben a rendszerben annyira nem látszik, de ez az egész, ez a HPA tengelyhez is visszacsatol. Tehát ugye a stressz tengelyünkhöz, ott látszik a hipotalamusz benne, az agyalapi mirigy. Keresek, azt hiszem, nincs ilyen tengely, ábrám. De az előzőn szerintem azért látszott. Igen. Hát itt ez is jó lett volna. De melyiket? Ösztrogén? IR? Aromatáz? Hát, ugye itt van az elhízás. Igazából, igen, az tehát, hogy itt is látjuk, ugye ott van a hipotalamusz fent, alatta az A ábrán, ugye ott van a hipotalamusz, ott van az előső, az agyalapi mirigynek, tehát tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy a hipotalamusz ő a vezérigazgató, tehát ő adja ki ezeket az alaputasításokat, az agyalapi mirigynek az előső lebenye termeli a legtöbb hormon, tehát itt van a pajzsmirigy szabályozásra, vagy a pajzsmirigy serkentő, a TSH, ugye itt van az FSH, LH, ami a nőknél a ciklus szabályozza, de férfiaknál ugyanúgy hatással van ugye a tesztoszteron, illetve a hímivan sejtképzésre. Aztán ugyanitt van a prolaktin termelés, ugyanitt az agyalapi mirigy előső lebenyében termelődik az ACTH, ami a mellékvesére fog hatni, ez a kortizolra ható, tehát a kortizol termelés serkentő hormonunk, illetve itt van a növekedési hormon, ami szintén az agyalapi mirigynek az előső lebenyében termelődik, ami ugye amíg növekszünk, addig a hosszirányú növekedését fogja biztosítani a csontoknak, de a növekedés befejezése után ugyanúgy a sejtek megújításáért, az izmok növekedéséért. Tehát, hogyha bárhol ebbe a rendszerbe beavatkozunk, például egy növekedési hormonnal, mert azt szeretnénk, hogy gyorsan nagyok legyünk, akkor az ugyanúgy ide fog visszacsatolni. És az agyalapi mirigy előső lebenyét azért egy ilyen egységnek kell tekinteni, és hogyha valaki folyamatosan tolja magába a növekedési hormont, az hatással lesz, ugye olyan, mintha túl sok lenne a növekedési hormon, ez visszacsatol ide az agyalapi mirigybe, és akkor tulajdonképpen elkezdi lecsökkenteni a többi hormonnak a szintjét, akár az FSH-nak, akár az LH-nak, akár a... Felborítja az egész rendszert. Így van. De én azért hallottam olyan, meg láttam is valóban olyan sportolókat, akik nem csak egy növekedési hormont, hanem ugye mindenféle
az eredmények elérésért mindenféle hormonokat képesek beszerezni, és be is szedni, vagy tolni magukba. Én ettől is mindenkit azért így óva intenék. Lehet, hogy lassúbb lesz egy eredmény, lehet, hogy nem lesz olyan látványos, de ez az egész rendszer, ez annyira érzékeny, és hogyha itt bárhol belenyúlunk egy picit is, akkor utána nagyon nehéz ezt helyreállítani. Hát igen, itt nem csak a családtervezésre kell gondolni, hanem a saját, tehát az összegészségünkre, amiből meg csak egy van, tehát ez a bőrruha, ez nem cserélhető, ahogy mondtad. És ugye itt számtalan, ezen az ábrán is látszik a diabetes mellitus is, ugye, ami szorosan összefüggésben van ugye a tiroid hormonokkal, de maga az elhízás az, ami népbetegség Magyarországon, a magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. A betegség is egyébként, inzulinrezisztencia, csak még nincs annyira diagnosztizálva szerintem nagyon sok embernél. Erről nem igazán beszélnek róla, mert ugye szerintem van még az a kép a férfiakban, hogy egy sörhas, ugye az egy életmunkája. Kockahas a bármilyen hülye gyereknek lehet, igen. De hogy ez abszolút nem optimális az egészség szempontjából. És ez valahogy így talán nem beszélnek róla. Nem tudom, férfiak között mi nem beszélgetünk ilyen dolgokról, tehát sok minden szóba kerül, igen, de arról nem, hogy éppen valaki hogy néz ki, vagy milyen a szexuális élete, ezek általában nem kerülnek szóba, pedig így lehet, hogy a férfiak egymás között, ha tudnának ezekről az információkról, hogy maga az életmód, a stressz és a táplálkozás hogyan befolyásolja az egészségét minden szinten, akkor lehet, hogy ez többször szóba kerülne. Az igen, nekem ilyen utopisztikus gondolataim vannak néha. Hát szerintem itt a táplálkozás, a stressz kérdése. Nekem van olyan páciensem, aki konkrétan a pékségben táplálkozik. Tehát, hogy nem eszik főtételt, de volt még nagyon-nagyon régen olyan kollégám is, amikor még orvosként dolgoztam, hogy kizárólag egyfajta fagyasztott pizzát evett, ezt berakta a mikróba, és nem is tudom, hogy tudott életben maradni. Tehát. De hogyha megnézzük, ugye és nem csak a sportolók, hanem egy átlag embernek a táplálkozását, hát azért elég nagy csodákat látunk. És egyébként visszamenve a gyerekeknél ugyanezt látjuk, hogy azért gyerekeknél lévő étkezési naplókat elnézve kezdődik a nap egy kakaós csigával, az ebéd az egy tészta vagy egy pizza, a vacsora meg egy lekváros kenyér, és ez megy a hét minden napján. És ugye megnézzük, hogy mennyi vitamin, mennyi tápanyag van abban, amit egy kisgyermek megeszik, akkor nem kell csodálkozni, hogy tényleg már általános iskolás gyerekek elhízottak, inzulinrezisztensek, pajzsmirigy alulműködéssel rendelkeznek, és mindenféle már ott kezdődő hormonális problémákkal. Ezt többsebből vérzik. Igen. Már ugye tiltakoztak az ellen, hogy ne legyen minden nap testnevelés óra, vagy nem tudom, volt ilyen is, hogy nem kell a gyereket túlterhelni, nehogy megizzadjon szegény. Ott a csomó endogén diszruptora, minden lépten nyomon dobáljuk be a 200 forintokat, és szedjük elő ezeket az ultrafeldolgozott élelmiszereket, és mellette hát akkor nem kell csodálkozni, hogy... Tehát a gyerek is mintát követ. Persze, tehát, hogyha anya otthon... úgy készíti el, vagy apa úgy készíti el a vacsorát, hogy bedobja a sütőbe a mirelitet, akkor ő is ezt fogja gondolni. És ha jól emlékszem, vagy vannak ilyen mennem mondák, hogy Amerikában a pizza az már ilyen zöldségnek minősült, paradicsom szósz meg. De bizonyos ugye hamburgereket árusító cégek is úgy reklámozzák magukat, hogy ebben minden benne van, hogy van benne szénhidrát, fehérje, zsír, zöldség, rost, minden, és amikor látod ezeket, akkor azt gondolod, hogy hát ez teljesen jó. Címke, az teljesen jól néz ki, nem? Igen. Tehát, hogy az értékek, hogy van benne 40 gram fehérje. Hát, igen, tök jó, csak hogy milyen minőségben. Igen, hát, igen. Meg a sok tartósító, erre nem is gondolnak szerintem legtöbbször. Mikor megveszünk egy kész árut, nekem mániám megforgatni, és elolvasom. És ugye tartósítószer, ami az ételt tartósítja, az a gyomorban is tartósítani fogja egy darabig, és nehezebb lesz feldolgozni. Azok az anyagok, amik nem engedik az ételt megromlani, nem engedik a penészt, a baktériumokat azon szaporodni, azok vajon hogyan hatnak a bélrendszerünkben lévő mikrobiomot alkotó sok-sok millió baktériumra? Mm-hmm. Tehát az, ami
a gabonaföldeken nem engedi ezeket szaporodni, az bennünk se fogja. Tehát ő nem tud különbséget tenni, hogy most a kertben vagyok, a konyhában, vagy pedig a bélrendszerben. Tehát ő azt tudja, hogy a, mondjuk egy baktériumnak, vagy egy kórokozónak, vagy egy, nem biztos, hogy kóra, egy jótékony baktériumnak is bizonyos folyamatait megakadályozza, és ugyanúgy tönkre, tehát hogy ez szerintem ez a legnagyobb probléma itt, ezekkel a tartósítószerekkel, hogy a BL flórát is tönkre teszik, és akkor onnantól kezdve ugye a felszívódás, a tápanyagoknak a bejutása, az már eleve akadályozott lesz. Ezt pont a napokban hallgattam dr. Schwab Rihárnak is egy ilyen interjúját, és nagyon tetszett, hogy ő hogyan gondolkodik, csak nem biztos, hogy mindenki megérti, hogy... Tehát ő azt javasolja, hogy együnk fél kiló zöldséget naponta, és... De inkább... mindegy, hogy milyen zöldséget. Igen, igen, igen. Tehát, hogy az emberek fejében talán az jön le, hogy na, még egy olyan ember, aki a vegán irányba próbálja így elpusolni az embereket, de tehát ő arról beszél, hogy akinél már tudjuk, hogy probléma van, és a mikrobiom már károsodott, akkor neki egy ilyen nagyon jó irány lenne. És ez a termékenység szempontjából is fontos, hiszen tartalmaznak remélhetőleg a zöldségek, ugye ásványanyagokat, antioxidánsokat, magnéziumot, mindenhez kell. És itt szerintem ugye visszamenve, ezek a tápanyaghiányok nagyon sok krónikus gyulladást okoznak a szervezetben, aminek megint nem lesz látványos tünete, és a zöldségekben, a bogyós gyümölcsökben, ugye az áfonyában, a szederben, nagyon sok olyan élő anyag van, ami gyulladás csökkentő is. De például a D-vitamin. Ugye, hány ember szed ma D-vitamint? A megfelelő kofaktorokkal együtt, ugye a K-vitaminnal, A-vitaminnal együtt. És az elengedhetetlen a gyulladás csökkentésben is, a bélflórának is, de ahhoz, hogy az ereink jó állapotban legyenek, ahhoz is. És ugye megint csak, hogy a szexuális funkciók megfelelőek legyenek, ahhoz jó állapotú erekre van szükség. Ez nagyon jó, hogy említed, mert ezt majdnem kifelejtettem itt, hogy ugye a nitrogénmonoxid termelés az egy nagyon-nagyon fontos téma ebben az esetben is, mert amikor még mi, vagy én legelőször tanultam az endokrin rendszer működéséről, megfogott egy példa, hogy hogy is hívják ezeket az embereket, akiket gyerekkorukban heréltek, szabad ezt így mondani? Kasztráltak. Azt köszönöm, ezt a szót kerestem. Igen, tehát a kasztráltakban is van erekció, tehát az erekció az igazából egy ilyen nitrogénmonoxidnak a felszabadulásának a következménye, tehát az érfal tágulásának a következménye. És szerintem a modern emberben a nitrogénmonoxid termelés az erősen korlátozódott vagy sérült. Igen, most kettő dolog jutott erről eszembe. Az egyik ugye a Viagra történet. Ezt nem tudom, hogy tudják-e a nézőink, hallgatóink, hogy a Viagra eredetileg egy szívgyógyszernek lett tesztelve, és hát rájöttek arra, hogy nagyon magas volt a halálozás a tesztelt csoportban, tehát X ember meghalt a tesztelt emberek között, és úgy döntött a cég, hogy visszahívja ezt a gyógyszert. És az lett ennek a visszahívásnak az eredménye, hogy nagyon sokan valami kamut kitaláltak, hogy jaj, elvesztettem a táskámat, ellopták, a feleségem kimosta, nem, tehát mindenféle ilyen történetek, de hogy nem adták vissza a gyógyszert. És ez így gyanús lett, hogy van egy gyógyszer, amitől meghalnak az emberek, de miért ragaszkodnak hozzá? Aha. És akkor így derült fény, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen mellékhatása volt a Viagrának, és ugye ezért van az, hogy aki szívbeteg, azok nem alkalmazhatják. A másik itt a sportolóknál egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki rendszeresen sportol, az oxigén hiány, ez a minimális oxigén hiányos állapot, ugye amikor feszegetjük a határokat, ott ezt igazolták, hogy elindul egy nitrogénoxid termelés. És azokban az esetekben, amikor szükség van a nitrogénoxidra, a sportolóknál, itt egy normál keretek között lévő sportolóról beszélünk, a sportolóknak a szervezete már megtanulta ezt, és sokkal gyorsabban tudja a nitrogénoxidot termelni, mint mondjuk egy teljesen átlag ember, aki soha nem sportolt. Mm. Tehát ilyen szempontból ugye ez minden tekintetben egy pozitív eredmény lehet, de mondjuk egy szívérendszeri akut esemény során is
de akár mondjuk egy szexualitás során is. Uh-huh. Van szerinted, itt már volt szó egy pár táplálék kiegészítőről, vagy olyan kis apróságról, amit lehet használni, de mit ajánlanál, hogyha így a konkrétan a termékenység elősegítése lenne a célban, olyan, amit kifejezetten ajánlanál kiegészítésképpen? Hogyha a termékenységről beszélünk, akkor még egy nagyon fontos dolog, amit a ma emberének és a sportolóknak is szerintem lényeges tudni, ugye ezek a hőhatások, amik tönkreteszik a hímival sejteket, és erről nem nagyon beszélünk, hogy mi az, ami hőhatás. Ugye azért van a hímivarsejt termelés a herékben, úgymond a testen kívül a herezacskóban, hogy ott alacsonyabb a hőmérséklet. Tehát a 37 fokos testhőmérsékleten már károsodnak, ez az úgynevezett kalmodulin nevű fehérje, ami a gyors mozgását biztosítja a hímivarsejteknek, és hogyha valaki például szűk nadrágban ülő munkát végez, ne adj Isten egy laptoppal a kezében, és elindul otthonról beül az autójába, bekapcsolja az ülésfűtést, és mondjuk az edzés után még beül a szaunába egy fél órára, ez már pont elég az, hogy az összes hímival sejtet kinyírjuk, bocsánat a szóért. Tehát, hogy ezeket kéne a telefon a farzsebben, vagy akár itt, tehát remélem, hogy itt elől senki nem tartja a telefonját, de még a farzsebben sem jó. A laptop. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy férfiak is így laptoppal az ölben, az akkora hőhatás, és egyébként ugye az elektromágneses sugárzás is, ami tönkreteszi a hímivarsejteket. Még egyszer ugye az ülőmunka, a szűk nadrág, a forró fürdő, a jacuzzi. Voltak erre kutatások, hogyha valaki fél órát ül egy jacuzziban, vagy egy szaunában, az már olyan károsodásokat okoz a hímivar sejteknél, ami már a nagy részének a mozgásképtelenségét okozza. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a mintákat, akkor azt látjuk, hogy tényleg ilyen nagy károsodások vannak. Egyébként én láttam olyat a saját páciensemnél, amikor egy nagy stressz hatás következtében több ilyen pácienst is tudok mondani, és ezek nagyon érdekesek szerintem, hogy tényleg a férfiakra is hat a stressz, a férfiaknak is van lelkük, bárki bármit gondol, ez így van. Volt egy olyan páciensem, akiknél több alkalommal csináltak ugye spermium vizsgálatot, és mindegyik tökéletes volt a férfinál, egy kivételével, az nagyon nagy a katasztrófa, tehát, hogy nulla, vagy nagyon kevés hímivar sejt, abból is alig volt, ami mozgott, és egyébként teljesen károsodottak voltak, és megkérdeztem, hogy mi történt, tehát, hogy előtte, utána mindegyik jó volt, és elmondták, hogy amikor az a mintavétel történt, előző nap nagyon-nagyon csúnyán összevesztek, úgyhogy a férfi gondolkodott rajta, hogy el sem megy. És ennyire látványos volt, vagy volt egy másik, ők is így lombik programhoz kivizsgálás, meg egyebekben voltak, és volt egy katasztrofális minta, tehát a mennyiség, a mozgóképesség, minden, tehát szörnyű volt. És kérdeztem, hogy mi történt, és elmondták, hogy hát az olyan szerencsétlenül jött ki, hogy a pasinak a munkahelyén, a munkahelyi WC-ben kellett levenni ezt a mintát, és úgy vitte be, mert nem tudta otthon az idő, ugye megvan, hogy mennyi időnek szabad eltelni, és nem tudta otthon normális körülmények között megejteni, hanem tényleg egy ilyen munkahelyi WC-ben, ami ráadásul ugye többen használják, és ez egy nagy stresszt jelentett neki, és ez így látszott. Tehát ez most két kiragadott példa, de hogy sok ilyen van. Tehát, hogy a stresszt ugyanúgy kezelni kell a termékenységi problémáknál is, így a férfiaknál. Egyébként eszembe jutott, ha lehet egy ilyen nagyon vicces történet, még az egyetemi éveimből. Szegedre jártam az egyetemre, és ott az audiológia, az a hallásvizsgálat, és az andrológia, ugye ez a hímivar sejteknek férfi termékenység vizsgálata, ez egymás mellett volt ez a két osztály. És akkor még kézzel írták az orvosok a beutalókat, és bejött egy fiatal ember, mi lelkes orvostan hallgatóként kikérdeztünk mindent, hogy akkor hogy csinálják, hányszor, hány nap, mindent, és hogy, de tényleg, tehát, hogy amit így el lehet képzelni, mindent kikérdeztünk, és már éppen, hogy ott tartottunk, hogy odaadjuk az edényt a fiatal embernek, hogy akkor adja le a mintát, amikor ő így ült, így elgondolkodott, és megkérdezte, hogy
és mi köze van ennek a fülemhez? És kiderült, hogy őt a foglalkozás egészségügyi orvos küldte ilyen foglalkozás vizsgálatra, és nem értett, odaadta az olvashatatlanul írt beutalóját, ami volt egy A betű, fiatalember A betűvel menjen az andrológiára, és akkor ő ott az andrológián kötött ki, és gondolkodott, hogy de mi köze van ennek a fülemhez? Szegény. Addig elmesélte az életét nektek. Igen, így gondolta, lelkes orvostan hallgatók, mindent tudni akarnak. Mindent kérdeznek. Ilyen kikérdezés még sose volt. Igen, egy foglalkozás orvostani vizsgálaton, igen. Ez nagyon fontos dolgot említesz itt, hogy és ezt meg tudom erősíteni. Férfiak nem beszélünk a dolgok, az érzéseinkről sokszor. Nekem igen. is nagyon sokáig tartott, mire elvégre ki tudtam mondani, ha valami nem tetszik, és ez úgy benne marad az emberbe, ugye próbálja, hát mint ahogy a nyelés is, ugye a hagyományos kínai orvos lesz, hogy nem megy le a gombóc a torkunkon, vagy nem tudom, tehát hogy ezek, igen. ezek benne maradnak az emberbe, és hogyha ezeket nem beszéli ki a partnerével, vagy egy adott szakorvossal, vagy bárkivel, akkor ez súlyosan befolyásolhatja azt, hogy megint nem jött össze a gyerek, megint miért nem sikerül, és egy ilyen ok van a háttérben, hogy nem beszélgetnek. És egyébként szerintem egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy én sok olyan párral találkoztam az elmúlt sok-sok év alatt, akik hát meg is fogalmazták, hogy peteéréstől peteérésig élnek, és én mindig azt gondolom, hogy azt mondani, hogy akkor álljunk meg, tegyük rendbe a nőt, tegyük rendbe a férfit, adjunk fél évet, egy évet magunknak, és utána próbálkozni egy jó fizikai állapotban lévő női és egy jó fizikai és lelki állapotban lévő férfinek sokkal nagyobb az esélye, hogy sikeres lesz, mint azt mondani, hogy de igen, mi most akarjuk, uh-huh. és én azt látom, hogy a sikertelen próbálkozások, a sikertelen lombikok sorozata, az tényleg tönkre teszi az embereket is, és a kapcsolatokat is. Én nem azt mondom, hogy a lombik az minden esetben ilyen ördögtől való, mert vannak olyan helyzetek, amikor nincs más megoldás, de akkor is jó állapotban kell lennie a nőnek, és jó állapotban kell lennie a férfinak. És egyébként a férfiak ezt így nem... Nekem például volt olyan páciensem, aki jött így velem szembe, teljesen rossz spermium képpel, volt nem tudom 0,2%, ami mozgóképes hímival sejtje, meg ami morfológiailag jó volt, és így ült velem szembe, és kérdezte, hogy de elég egy is. Hát mondom, elég, de hogy annak az egynek szerencsétlennek oda kell jutni, tehát hogy ez nem így nem fogják van. A többiek cipelni a hátán, hogy már pedig te leszel az egy. Igen, és tényleg nem megbántva senkit, tehát tényleg nincs bennem ilyen, hogy bárkit bántanék, de ez egy picit olyan, mint amikor délelőtt elmegy az ember egy boltba vásárolni, és mondom, nem akarok bántani senkit, de tele van lassú nézelődő nyugdíjasokkal, akik tényleg nézelődnek, tologatják a kocsijukat jobbra-balra, és mi meg sietnénk, tehát hogy gyorsan összeszednénk, amit szeretnénk, mm-hmm. És ugyanez, az egy jó hímival sejt, ez próbálja átverekedni magát, bocsánat, a rokkantak között, uh-huh. és nyilván akadályozni fogják. Egyébként igen. pont emiatt ma már, ugye régen az volt, hogy valaki babát szeretne, akkor ilyen hosszú önmegtartóztatási időket javasoltak, ma már ezt sem javasoljuk, hanem inkább ez a 2 nap, vagy tényleg ez a 2-3 nap, mert a nagyon előregedett hímivar sejtek, az ugyanúgy akadályozni fogják a jó erőteljes fiataloknak a haladását. Meg nyilván a szervezet, ahogy a kínainál mondtuk, ugye, hogy ahol a figyelem, ott van az energia, tehát hogyha rendszeresen használja valaki, hogyha rendszeresen él szexuálisan, vagy szexuális életet, akkor sokkal jobb lesz a hímivar sejttermelés is. Tehát nem célszerű azt, hogy naptárban nézem, hogy most a csillagok állása szerint elvileg ma alkalmas az időpont arra, hogy sikerüljön a dolog, és akkor tényleg csak arra koncentrál, hogy most az egyszer működjön, hanem hát folyamatosan próbálkozni így van, kell. Így van. Egyébként a gyerekek nagy része nem peteéréskor fogant, tehát ezt nem is pontosak ezek az alkalmazások. Igen, igen. És volt egy
Ez szerintem nálad volt egy előadáson, és ez annyira megragadt bennem a holisztikus szemlélet kapcsán és a lelki dolgok kapcsán, hogy meg kell kérdezni, vagy beszélni kell ezekről a dolgokról, mert lehet, hogy ugye sok-sok sikertelen lombik hátterében az áll, hogy mondjuk nem is akar mondjuk teherbe esni. Nem, jól emlékszem, hogy ez nálad volt egy igen, ilyen példa? Igen, nagyon sokszor látjuk azt, hogy tudat alatt elutasítja valami miatt ezt az egészet. Ugye lehet az is, hogy a gyerekkorban folyamatosan, tehát az is lehet, hogy ő egy nem várt gyermek, és ezt mi érezzük pontosan, tehát a tudat alatt ezt pontosan tudja. Vagy az is lehet, hogy gyerekkorában folyamatosan azt hallgatta, hogy a gyerekekkel csak a baj van, a gyerekekkel mindig csak a baj van, a gyerekek csak problémát jelentenek, tehát erre is azért úgy érdemes odafigyelni. Illetve amivel én is sokat találkoztam, ezek a generációs problémák, amik visszavezethetők akár a háború idejére, akár a különböző forradalmak idejére, hogy ugye a háború idejében, és ez nagymamák, dédnagymamák, tehát pont ez a nagymama az a két generáció, így generációs traumában, az egy nagyon fontos kapcsolódás, hogy egyedül maradt egy nagymama egy kisgyerekkel, mert a férje a fronton, vagy esetleg meghalt, vagy hadifogságban, és ezek olyan félelmet generálnak, ami generációkon keresztül ott tud maradni, és ez tudja akadályozni. Nekem egyébként volt konkrét példát tudok erre mondani, sok-sok évvel, hát most már 10 évesek ezek a, tehát ez egy 10 évvel ezelőtt, sőt, több is, mint 10 évvel ezelőtti történet. Hát nem is tudom, 14 is lehet, na mindegy. Hogy volt egy nő, illetve hát egy pár, akik már 4 éve próbálkoztak a babával, 4 éve nem jött össze, inszeminációk sorozata, lombikozni nem akartak még. Tehát azt mondták, hogy olyan eltérés nincs, tehát, hogy volt 8 inszeminációjuk, és elkezdtem velük foglalkozni. Ott kiderült, egyébként ott a férfi sportoló volt, rendszeresen szaunázott, akkor ő neki ott javítani kellett a hímivel sejtjét, és közben mind a kettőjükkel foglalkoztam, így fizikai, meg lelki szinten is. És egy alkalommal kiderült egy kineziológia oldásban, hogy a hölgynél volt egy ilyen generációs trauma, az ő nagymamája egyedül maradt a háború idejében a kisbabával, és tele félelmekkel mindennel, mert hogy a férje a fronton meghalt, és vagy hadifogság, arra most nem emlékszem, hogy hadifogságba került, de mindegy, tett, hogy valamilyen történet volt. És ennek a hölgynek a jelen életében a férje egyébként katona, aki éppen külszolgálatra készült akkor Afganisztánba. És amikor ezt a traumát oldottuk, meg ugye összeraktuk fizikailag is, meg lelkileg is mind a kettő, ja, és a hölgynek a szervezete ellenanyagokat termelt a spermiumok azt ellen. Tehát, hogy fizikailag leképeződött, hogy hát, de ő meg leválasztotta, vagy kiválasztotta azt a férfit, akitől biztos, hogy nem akar, mert hogy elment Afganisztánba katonaként, hivatásos katonaként. És aztán, amikor így mindent sikerült oldani, náluk a 8 sikertelen lombik és a 4 év sikertelen próbálkozás után spontán ikrek születtek. Tehát, hogy spontán ikrek lettek. És most egyébként az ukrán-orosz háború, Izrael, Palesztina, tehát hogy nagyon sok háború is zajlik, és annak ellenére, hogy mi nem vagyunk benne a háborúba, de én azt láttam, hogy nagyon sok embernél ezeket a generációs traumákat bekapcsolta a háború. Uh-huh. Nagyon sok lett, nem csak a Covid miatt, nem csak a bezártság, világjárvány miatt, hanem ahogy elindult az ukrán-orosz háború, nagyon sok lett a szorongásos probléma, nagyon sok félelem így felszínre tört, ilyen megmagyarázhatatlanul, és ez is hozzájárulhat ehhez az egészhez, akár itt a terméketlenség kérdése. Nagyon összetett a probléma, tényleg ez a rövid idő, amit itt beszélgetünk, nem tudunk megfogni mindent, és nem is tudom, hogy miket hagytunk ki, már látom, hogy idő végéhez közeledünk. Még 2 dolgot szeretnék említeni itt a végén. Az egyik, egy picit ezt az ábrát még fönt hagytam valamiért, az oxidatív stressz ott a B oldalon, vagy a B ábránál, ugye, itt hiába mutatok a laptopon, ugye itt vannak olyan, vannak olyan
kiegészítők, amit szoktunk javasolni, így holisztikusan magnézium, D-vitamin, szelén, cink, mit hagyok ki, jód. Tehát, hogy vannak ezek a mikronutriensek, amik fontosak lennének, hogy hozzájussunk megfelelő mennyiségben, akár a diéta, akár... A Q10-et is ide tenném. Q10, igazad van, igen, fontos a spermatogenezisben. A másik pedig, hogy ezről a témáról kicsit többet halljon a kedves nézőhallgató. Zitának ugye a könyvét már említettem, de van két tanfolyam is. Az egyik a laborlelet elemzés, ez egy 5 részes tanfolyam, ahol konkrétan azt hiszem a harmadik előadás, ami a hormonrendszerrel foglalkozik. Igen. És van konkrétan egy, azt hiszem az utolsó, ami a gyerekprojekttel kapcsolatos? Hát ez kismama a gyerek. Kismama a gyerek. A kismama gyerek, igen. Igen, tehát egy nagyon-nagyon jó előadás sorozat. Én nagyon-nagyon szerettem, mert addig csak nézegettem a laborokat, most már több szinten is tanulom, hogy kell ezt értelmezni. Nagyon jó összefüggések vannak, és van konkrétan ennek az egészséges hormonrendszernek, ennek a könyv tematikájának egy külön dedikált képzésed. És az... Igen, és hadd mondjam el, szerintem azt még te se láttad, hogy most már ugye ebben a digitális világban ez egy, úgy zajlik ez a tanfolyam, én ugye nagyon szeretek rajzolni, igen, és van egy digitális rajztáblám, úgyhogy aztán... most már a digitális rajztáblán keresztül, aki nézi a tanfolyamot, ott folyamatában látod, tehát hogy nem messze a táblán firkálgatok, és senki nem látja, hanem ezen a digitális rajztáblán rajzolok, és hát bevallom, a gyerekeim segítettek ennek a használatában, tehát ők ugye egy más generáció, de igen, igen, úgyhogy ez szerintem egy ilyen nagyon jó, így folyamatában lehet látni ezen a digitális rajztáblán. Szóval megkérem a kollégámat, hogy fotózza be itt a könyvnek az utolsó oldalain, itt van ez az elhíresült ábra. Én ezt nem tudom hányszor láttam már tőled, és élőben nagyon jó követni, és nagyon szeretem, hogy mindenre is gondolsz, és ide-oda mennek a vonalak. Annyira meg lehet érteni ezt a bonyolult témát, hogy ez nagyon... Ja, és akkor ugye, amikor rajzolod az agyalapi mirigyet, akkor... Igen, rögtön mindenki másra gondol. Ezt adom kollégámat is. És egyébként ezen a fantasztikus digitális rajztáblán annyi színt lehet választani, amennyit szeretnék, úgyhogy ez most már egy ilyen nagyon-nagyon színes kis ábra lett ebben. Úgyhogy tényleg az egy... Egy kis ízelítőt adtunk megint, mert akkor a témákat tudok kiválasztani, igen, miről beszéljünk, hogy beszéljünk a férfi egészségről, ja, de akkor itt ez, igen. Tehát, hogy erre nem lenne elég, és szerintem egy nap. Hát, itt minden szóba került, de igen, hogyha esetleg a vizelet nem úgy ürül, ahogy szeretnénk, akkor gyanakodjunk arra, hogy a prosztata gyulladt esetleg, és akkor nézzük meg, mert hát ide sem mennek el, urológiára sem mennek el vizsgáltatni. Igen. Ugyanúgy, ahogy a vastagbélrák is egy nagyon fontos szűrés, ugyanúgy a prosztata is egy nagyon fontos, hogy azt is folyamat nézzék és szűrjük. Spermium számot, hát nem tudom, ilyeneket általában nem hallok, hogy spermabankban voltam, és akkor jött vissza eredmény, hogy... Nekem volt egyébként, ugye én a honvédségnél dolgoztam, és hát mindent tudtam a katonákról, és egyszer bejött egy kétségbeesett katonatiszt hozzám, hát nagyon sokat abban az időben, nem tudom, hogy most mi a helyzet, de abban az időben sok tiszt járt spermabankba mintát adni, és bejött hozzám, és mondta, hogy fú, doki, nagyon nagy baj van, nagyon nagy gáz van. Mi történt? És mondta, hogy elment, hogy ő ad mintát, és teljesen rossz volt a mintája, úgyhogy elküldték, hogy terméketlen, és hát ő teljesen magába omlott. És ez kiderült, hogy egy a herén lévő visszér tágulata volt, ami ugye egy ilyen pici ér meg van duzzadva, és az elegendő ahhoz, hogy egy magasabb hőmérséklet legyen a herén belül, ami okozta ezt az egészet, úgyhogy végül is így kivizsgáltattuk, elment orvoshoz, megoperálták ezt a véna tágulatot, és utána rendeződött az összes mindene, tehát tulajdonképpen neki ott akkor teljesen jó volt ez, hogy ő elment spermabankba mintát adni, mert így kiderült ez a dolog. Egyébként egy pár éves adat, hogy te mit gondolsz, hogy azok a férfiak, akik elmennek a spermabankba mintát adni, itt ugye megvan, hogy egészségesnek kell lenni életkor, én ha jól tudom, akkor valami felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük. Mit gondolsz, hogy hány százalékuk alkalmas donornak? Hát, legyek optimista, 60%? 4. És ez konkrétan százalék. Egy spermabankból
tudom ezt az adatot. Ez nagyon-nagyon megdöbbentő. Igen. Már itt a sztorinál megbarkoltam a széket ennél az operációs résznél, de 4%-i teljesen le vagyok döbbenve. Igen. Itt nyilván sok tényezőt figyelembe vesznek, de 100-ból 4 az, aki alkalmas. Ismét csak megerősítettük, hogy ez egy nagyon fontos nagyon téma. Nagyon fontos, igen. Most már ugye tudjuk azt, hogy a férfi terméketlenség az több, mint a női meddőség. Tehát, hogy tulajdonképpen amikor valaki babát szeretne, akkor mind a két oldalt rendbe kell tenni. Meg hát az kellene, hogy megelőzés, és hogy ne jussunk el oda, hogy elromoljunk. Valamit kis összefoglalásképpen mit mondjunk? Hát jól kell táplálkozni. Ugye minél természetesebb ételeket enni, minimalizálni, kikerülni a feldolgozott élelmiszereket. Én azt gondolom, hogy kell bizonyos vitaminokat, ásványi anyagokat bejuttatni a szervezetbe, zöld növényeket, bogyós gyümölcsöket. Jól kell aludni, tehát az alvás, a stressznek a megfelelő kezelése szerintem az is fontos, magát a szervezetünket jó állapotban tartsuk, és a megfelelő mennyiségű és minőségű sport is nagyon fontos. Szuper, köszönöm szépen, kérlek fogadja meg mindenki a tanácsokat, sportoljatok, aludjatok, egyetek jókat, otthon készített ételeket, vitamin ásványanyag kiegészítés, akinek szükséges, és mozogjatok, tényleg ez a legfontosabb. És legyen egy jó párkapcsolat. A legfontosabb, igen. Igen. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, ha bármi kérdés felmerül, tegyétek meg, hogy a YouTube videó alatt megteszitek, megírjátok a kérdéseket. Zitának az előadása, hogy drcsomaizita.hu, ugye? Igen. Azt hiszem így van, van saját YouTube channel, YouTube csatornája, és ezeket az adásokat valószínűleg ott is vissza tudjátok majd nézni, illetve egyéb rádió, videó interjúkat szintén megtaláltok, és a kérdéseket én el fogom juttatni Zitához. Jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Sziasztok. Sziasztok.